Az összetartozás volt a vezérgondolata a bukovinai székelyek országos szövetségének kétnapos rendezvényén. A programsorozata a hagyományos disznóvágással indult, melynek lebonyolítója és házigazdája ezúttal a Paksi szervezet volt. Egész évben találkozunk, ugye vannak alkalmak, mikor akár a fesztivál kapcsán is, és hát ugye arra nincs mód, nem mindig van mód, hogy tényleg megosszák, közvetlenül meg tudják beszélni. Hála jó Istennek ez alkalmat ad arra, hogy végül is találkozhassunk, és nagy öröm számomra, hogy tényleg most az aldunaiak is nagyon szép számmal részt vesznek, hiszen Sendőregyháza, Pancsova, Ertelendi falvos, Székelykevéről jöttek, tehát tényleg nagy örömmel jöttek, hiszen tavaly is itt voltak, tavaly előtt ugye ők voltak a rendezői, az idei évben ugye a Paksi csoportot kértük fel, tavaly kapcsolódtak a szövetséghez, az Erdélyi Elszármazottak Egyesülete, és hát ugye itt végül is itt arról szól a dolog, hogy minden évben azért igyekszünk ugye mindig megszólítani más-más csoportokat, főleg más részekről, hogy azt az ízvilágot hozzák és mutassák be számunkra, amit még úgymond ők is kaptak, örököltek. Így a menü is úgy áll össze, ugye, hogy csorbát, hiszen az erdélyi étel, ugye, ezt készítik, valamint ugye természetesen puliszka, meg a pörkölt ugyanúgy, ahogy készítik. Ugye Mocskos Tokánynak nevezték, ugye, mert tavaly is volt, ugye a madifarja készítik, hiszen itt is az erdélyi egyesületek, ugye különböző, az erdély különböző pontjairól eljött, elszármazottak, akik tulajdonképpen Pakson találtak új otthont. Így azokat az értékeket hozták magukkal, amit valamikor ugye otthon használtak, illetve készítettek. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy kötetlenül beszélgethessünk és együtt tehessünk, mert ezek az alkalmak adják a következő időszak feladatainak kijelölését, mondta Illés Tibor. Ezeket mind mi úgymond felkarolva, közösségi próbáljuk itt, ugye itt részen láthatjátok ti is, hogy tényleg itt beszélgetnek, ugye mert sokan azt mondják, hogy hát kell-e valamit csinálni, hát ha nem kell, akkor nem jövök. Hát mondom, hogy itt nem erről szól, mert hiszen a mai világban 5-6-on levágnak egy disznyót, tehát nem kell ennyi ember. Itt arról szól a dolog, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, legyen időnk egymásra megismerkedni, egy az, hogy tényleg megbeszélni azokat a napi problémákat, meg azokat a célokat, ami tulajdonképpen ugye a holnapi közgyűlés is erről szól, ugye a holnapi programunk keretén belül ugye tisztújítás is lesz, hiszen a 3 éves mandátumunk most lejár, és akkor így ugye a közgyűlés alkalmával is azokat a dolgok kerülnek, ugye, hiszen az egész éves programot szoktuk ilyenkor elemezni, az elmúlt évet, illetve az új programot, ugye, amit majd ebbe az évben vállalnak a tagegyesületek. Mielőtt a közgyűlésre sor került volna, a másnap reggel szentmisével és a bukovinai falvakat jelképező keresztek megkoszorúzásával folytatódott a program Kismányokon. Szentelve, Uram, és hallgass a könyörgéseit. Ezt követően a küldöttek Bonyhádra utaztak, ahol felavatták Lőrinc Aladárnédól a népművészet mesterédől elnevezett szőbőszobát. Az ünnepi beszédet Lőrincettel a névadó lánya mondta, megemlékezve édesanyja művészi és emberi nagyságáról. Azt hiszem, hogy az értékeket most már a bukovinai székelység esetében el lehet mondani, hogy igen, jól listáztuk. Az elmúlt 70-80 év emlékeit összetudtuk gyűjteni tájházakban, akár Bács-Kiskun megyéről, Baranya megyéről, vagy Tolna megyéről beszéljünk. Most már arról van szó, hogy ezt az emlékezetet hogyan tudjuk tovább örökíteni. És igen, igen, az értékeinknek egy újabb szimbólumaként nyílik meg a Lőrinc Aladárnéról, Molnár Vilmáról elnevezett szövőszakkör helyszíne, ez a szövőműhely, ahol az ő munkái vannak, az ő általa elindított szövőszakkörnek az eredményeit lehet látni a falakon, oklevelekben, vagy akár a félbehagyott szőttesekben, és az ő férjének, Lőrinc Aladárnak a kezemunkáját dicsérik, mindazok az osztováták, vagyis szövőszékek, amelyekkel be van rendezve ez a szövőműhely, és nagyon nagy és öröm számunkra, és egyben nagyon megható is, hogy Lőrinc Etel, aki végül is egymagában az áloga annak, hogy ez a munka tovább fog menni, hogy ő tudja átadni az édesanyjáról elnevezett szövőműhelyt. Lőrinc Aladárné
népművészetmestere volt, többek között hihetetlen munkát végzett. Tényleg úgy gondolom, hogy szinte iskolai szinten, hát olyan magas szinten tudta átadni ezt, és ugye hiszen szakkört is vezetett a szövéssel kapcsolatban, hogy tényleg hála Istennek szép örökséget hagyott ránk, bukonyi székelyekre, és öröm számunkra, hogy ezt is bízom benne, hogy ezzel szépen tudunk fárkodni, és újra ugye tervezzük is, hogy folytatódjon ugye a szakkör, hiszen a Etel ugye a lánya hasonló szinten, magas szinten műveli ezt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen mértékadó Vilma néninek a munkája, és úgy gondolom, hogy azok, akik majd ugye fognak szőni, és tényleg szeretni fogják, azoknak mindenképpen egy olyan utat és egy olyan magaslatot mutat, amit ha nem is érnek el, de biztos vagyok benne, hogy hatalmas kincs, amit ő ezen a téren művelt. Az ünnepség további részében átadták azt a felújított házrészt, mely 10 fő szálláshelyével a Bonyhád városba érkező hivatalos vendégek, illetve a székelyek vendégei számára alakítottak ki. A Bukovinai Székely Szövetség közgyűlése pedig a következő időszakra ismét Illés Tibort választotta elnökül.